Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Porcsalma településen élünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Családi helyzetem, házasságban élek. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezett piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együtt élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. És szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Itt jó, igen. De amúgy a világgal, emberekkel. Ugye az a legnagyobb probléma az ember. Nem? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Hát azt lehet manipulálni, aki hagyja. Hát hagyják, hogy manipulálják őket, így van. Egyre jobban hagyják, hogy manipulálják őket. Ugye évről évre, nem? Észre se veszik, hogy manipulálják őket. Milyen formában manipulálják őket? Média. És azon belül a média, mire gondolsz? A rossz hírek. De milyen média? A tévé. Tévé. Internet. Rádió is. Rádió. Reklámok. Megfigyeltétek, hogy mondjuk nézel egy filmet? Tehát, hogy tisztában legyünk ezzel, nem a filmhez csinálják a reklámot, hanem a reklámhoz teszik be a filmet. Tehát, ami azt jelenti, hogy fizetnek, hát általában ugye a cégek reklámért. És ugye nagy pénzeket fizetnek cégek reklámért, főleg, hogyha azt akarják, hogy az
hatékony reklám legyen, akkor sokszor jelenik meg főidőbe, tehát főnézettségi időbe. És sok hosszú távon mondjuk az ideális az olyan 3 hónap. Tehát 3 hónapon keresztül fő időszakban, főnézettségi időszakban rendszeresen, akár többször is leadják a reklámot. Tehát ez brutál összeg, ez ilyen mondjuk több 10 millió forint, ha nem 100 millió fölötti. Mondjuk 3 hónapra. És nyilvánvaló, hogy ugye azt akarják, hogy a reklám az hatékony legyen, mert ha nem hatékony, akkor következő alkalommal az a cég az nem fog fizetni egy vasat se. Tehát ugye akkor fizet egy cég, hogyha kipróbálja és hatékony a reklám. Ezért ugye olyan színészekkel csinálják a reklámot, vagy a filmet szinkronizálják, hogy mondjuk a főszereplő hangja a reklámba, és a főszereplő hangja a filmbe, az azonos legyen. Miért? Mert ugye az emberek észre se veszik, hogy azonos a reklámban lévő szereplőnek a hangja, és a filmben lévő fő vagy második szereplőnek a hangja azonos. És ugye ha azonos, akkor ugye többen fognak menni vásárolni, illetve ha többen vásárolnak, akár interneten keresztül, hogyha ez így van. Ezáltal, ugye amikor mondjuk készítenek egy reklámot, akkor ha már szinkronizált egy film, megnézik, hogy mivel szinkronizált, kivel szinkronizálták, és akkor avval készítik el a reklámnak a hangját. Ha a reklámot már elkészítették, és szinkronizálni kell egy filmet, akkor a filmet olyan szereplővel szinkronizálják, hogy benne legyen olyan szereplő, ami a reklámban ugye a hangot adta. És ez egyébként tény, hogy így van. És ha az emberek hallják a filmben a szereplőt, és közte ugye van a reklám, és ugyanaz a hang a reklámban, akkor a terméket sokkal, de sokkal nagyobb hatékonysággal vásárolják meg az emberek. Mintha eltér a szinkronhang, meg a reklám szinkronhang. És hát ugye így manipulálják az embereket. Régen olyanokat is csináltak, hogy egy villanásra bedobtak egy reklámot. Mondjuk egy mozi műsorba. És akkor ugye a szünetben mentek, vagy a mozi után mentek vásárolni azt, amit egy kockát bedobtak a filmbe. Egy kockát. Tehát azt föl se fogta az egyén, hogy ott be volt rakva egy filmkocka, de az elme mégis fölfogta, és arra késztette az egyént, hogy utána menjen, és azt vásárolja, ami a kocka be volt rakva a filmbe. Jó, ezt betiltották emiatt, mert ez egy nagyon jó manipuláció volt. Nagyon jó, és betiltották. Hát nem tudom, mennyire időre tiltották be, hogy esetlegesen most nincsenek-e ilyenek. De hát ugye ez azt jelenti, hogy ezek a mozi filmekben volt benne, és ugye a plázákban lévő mozi filmekben ugye nézték a filmet, és akkor utána mentek oda vásárolni a plázába. Mert úgyis ott voltak. Tehát otthon ez nem olyan hatékony természetesen, mint a moziban, amelyik plázában nézték. Ugye nyugaton már régóta plázákban vannak a mozik, itt kevésbé régóta. Szóval például ilyen dolgokkal is manipulálják az embereket a vásárlásra. Tehát elsősorban, ha megnézed, ugye mire manipulálják az embereket,
Hát arra, hogy költsék a pénzt. Ugye ezt kitalálta ki annak idején? Hát a Ford. Ugye Detroitban jött létre a Ford művek, ott gyártotta a Ford az autókat, és szépen fölvásárolta a várost. Szó szerint értsétek. Tehát minél több autót eladott a Ford, szépen Detroitot fölvásárolta, és az üzletek azok már a Ford tulajdonába kerültek. A Harry Ford tulajdonába kerültek. És ez azt jelenti, hogy dolgoztak sok ezren a városba az ő cégénél, és az ő boltjaiban költötték el a pénzt. Ezt ő csinálta először a világban. Tehát ugye most ez úgy működik, hogy ugye az emberek dolgoznak a multiknál, nagyon sokan, és a multik tulajdonosai, az tulajdonosai a bevásárlóközpontoknak is, vagy a boltok, a üzletláncoknak, amik a bevásárlóközpontokban vannak. És akkor az azt jelenti, hogy amit kifizet a multi a dolgozóknak, annak egy része, vagy akár jó része adott esetben, visszavándorol, tehát egy kisebb város esetében, ugye egy nagyváros esetén azért már ott vannak variációk, de egy kisebb város esetén szépen visszavándorol az ő zsebébe az az összeg, amit kifizet a dolgozóknak. És ugye ez ma is működik természetesen, és ennek ugye folytatása az olyan reklám, hogy összekapcsolják a hangokat, a színészek hangját a reklám, illetve a filmben, és onnantól kezdve az emberek többet vásárolnak. Akkor ugye más dolgokat is kellett csinálni az emberekkel, olyat is csináltak, hogy kitalálták azt, hogy valahogy el kellene távolítani az embereket a vallásoktól. És új vallást kellene kitalálni. Ugye, ami azt jelenti, hogy ugye a vallásoknak mi a lényege, mindegyik vallásnak mi a lényege, hogy hisz valamilyen Istenben. Oké, tehát valamilyen Istenben hisz. Az egyik például, mit tudom én, mondjuk a Allahban, a másik, mit tudom én, Sívában. Ugye például a keresztények a neve sincs Istenben hisznek. Jó, tehát valamilyen Istenben hisznek. Akkor mit tudom, a zsidók mondjuk Jehovában hisznek, stb. Stb. És akkor kitalálták, hogy ugye hát nem az kéne, nem az Istenbe kéne hinni, hanem a pénzben. Nem vicc. Tehát, hogy mi lenne, hogyha, tehát ez a 20. század terméke, hogy mi lenne, hogyha az embereknek nem az Isten lenne az Isten, hanem a pénz lenne az Isten. De ahhoz el kellett érni, hogy az emberek azok nagyon pénzfüggőek legyenek. És mikor lettek az emberek nagyon pénzfüggőek? Amikor elkezdtek az egész család, tehát férj és feleség, alkalmazotti létben keresni a megélhetést. Tehát, ugye gondold végig, az emberek, kivétel a városi boltosok, vagy városi, vagy falvakban hány nagyobb, kicsit nagyobb, ilyen közepesebb faluba volt, mondjuk két bolt, vagy három, egy kisebb faluba volt egy. Oké, jó, a városban sok, viszonylag. De az azt jelenti, hogy ugye boltosok. Nem sokan voltak a lakossághoz képest. Akkor voltak ilyen kisebb szolgáltatók. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom, az én nagyapám is az egyik, az Schuster volt. És hát voltak ilyen
olyan emberek, akik a városokban, akik meg falvakban is, akik kiszolgálták ugye a lakosságnak a különböző igényeit avval kapcsolatban, amit szolgáltatásnak lehet nevezni. Jó, tehát, de a többség az vagy földműves volt, vagy állattenyésztő, vagy mind a kettő egyszerre. És ez az összes, amit elsoroltam, ez kiszolgálta az aktív lakosság 80%-a az ilyen volt. És mindössze 20% volt alkalmazott, vagy cseléd, ha jobban tetszik. Oké? És ez hosszú-hosszú éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül ez így volt. És hát ugye ezt a rendszert nem lehetett felhasználni arra, hogy a pénz legyen az Isten. Miért? Mert sokszor nem pénzzel fizettek az emberek, hanem cserével. Tehát az embereknek nem volt pénzük, mint manapság, hanem cseréltek. Volt valamennyi pénzük, de az kevés volt, mert nem kellett nekik a pénz. Mert nekik volt szolgáltatásuk, vagy termékük, és azt cserélték szolgáltatásra, vagy termékre. Na most ez azt jelenti, hogy ki kellett azt találni, hogy hát, hogy ne cseréljenek az emberek, hanem hát úgy cseréljenek, hogy amit adnak, szolgáltatást vagy terméket, azért pénzt kapjanak. Oké? De ehhez hát alkalmazottnak kellett lenni. De ugye, ha megnézed, akik szolgáltatást nyújtottak, vagy volt boltjuk, hát azok is gyakran úgy adtak szolgáltatást, vagy úgy adtak a boltból valamilyen terméket, hogy fölírták, hogy mennyivel tartozik az, aki elvitte. Tehát mindennek volt ára, meg értéke természetesen, de fölírták, és akkor az vagy pénzben, vagy valamilyen más formában, ellenszolgáltatásként, vagy termékben azt az árat megfizette. Vidéken, ugye, amikor állatot tartottak az emberek, meg növényt termesztettek, akkor nagyon sok mindent cseréltek. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a kereskedelem, a magánkereskedelem, beleértve a szolgáltatásokat, termékeket egyaránt, a nagyobb része az csere volt. És nem pénz. Oké? Tehát nem a pénz cserélt gazdát, hanem termékek cseréltek gazdát. Oké? Vagy szolgáltatások cseréltek gazdát. És ezt a rendszert ugye föl kellett bojdítani, tehát meg kellett változtatni egy olyan formán, hogy ki kellett találni, hogy hát, hogy az emberek azok ne így működjenek. Hát ne így működjenek. És akkor ugye mit csináltak? Hát nyilván, ha megnézed, aki cserélt, például akár egy kisboltos, mondjuk fölírta, hogy ki mivel tartozik, az azt jelenti, hogy nem jutott hozzá azonnal a pénzhez. Oké? Okay? Vagy például mondjuk egy állattenyésztő, akkor még a mangalica disznó az 2 évig nőtt, nem 1 évig. Oké? Okay? Mint most a disznó. Az azt jelenti, hogy 2 év után jutott cseréhez. Oké? Okay? Mondjuk egy állattartó. Tehát az állatok akkor lassabban nőttek, mint most. Jóval. Körülbelül 2-szer annyi ideig nőttek az állatok, mint manapság. A növények azok nem nőttek lassabban, de hát az is, hogyha elvetette ősszel a búzát, hát majd jövő nyárra lett neki abból valami bevétel. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt használták ki, hogy az egész gazdaságban, egész kereskedelemben a pénz az lassan folyt be az emberekhez. És az alkalmazotti létben ugye tudjátok, hogy először
napi bért fizettek. Hogy oda csábítsák a termelőket, a kisgazdákat, érted, a kisgazdálkodókat, meg a középgazdálkodókat is oda csábítsák, hogy gondold végig, hogy mikor jutsz ott pénzhez, ha eljössz dolgozni alkalmazottként, akkor meg naponta fizetünk. Majd még mindig jobb volt a hetente fizetünk. Én mikor elkezdtem a munkát, akkor még két hetente volt bérezés. Tehát még a 80-as évek elején két hetente volt bérezésünk, elég hamar átálltak a havi bérezésre, de a két heti bér is, meg a havi bér is sokkal hamarabb van, mint elveti a búzát. Össze, azt majd következő nyáron van terményből ugye bevétel. Vagy a disznó esetén mondjuk két év múlva. Oké, a mangalica disznó esetén. Szóval, gondoljátok végig, az embereket sikerült ezáltal átcsábítani az alkalmazotti létben, hogy sokkal hamarabb kapták meg, tehát összehasonlíthatatlanul hamarabb kapták meg a jövedelmüket, és nem cserét kaptak, hanem pénzt kaptak. Oké? Ezáltal egyre többen és többen lettek alkalmazottak, ezáltal igazából mondhatjuk azt, hogy a kisgazdálkodókat, azokat alkalmazottá tették, teljes egészében, vagy majdnem teljes egészében, és ugye el lehetett azt kezdeni, hogy az emberek függjenek a pénztől. Mert addig nem függtek a pénztől, mert a bevételeik nagy része az nem pénzben volt mérhető, hanem cserében volt mérhető. Tehát gondoljátok végig, akkor ugye meg kellett növelni az emberek igényeit. Ez mikor kezdődött az emberek igényeinek a megnövelése? A 20-as években, a 20-as évek legelején, az amerikai, tehát az első világháborút követően, ugye nagy gazdasági pangás volt. Hát ami azt jelenti, hogy beindították a futószalag termelést, az USA-ban kezdték el, hogy a fegyvereket futószalagon gyártották, ugye a háborúban, és ott maradtak a gyárak, mikor befejeződött a háború, a fegyvergyárak, ott maradtak kihasználatlanul. Mert már nem kellett a fegyver. Át kellett állítani, vagy át kellett volna állítani, ugye át is állították termékek termelésére a fegyvergyárakat. De hát az emberek nem vették a termékeket. És el kellett kezdeni kitalálni, hogy hogy vásároljanak az emberek. És az emberek nem vásároltak. Se a nők, se a férfiak. Oké, nem vásároltak. Csak mit vásároltak? Ami a szükségletük része volt. Kész. Semmi többet. És a Sigmund Freudnak az unokaöccsét felkérték, aki szintén az emberi elmével foglalkozott, ugyanúgy, mint Sigmund Freud, felkérték, hogy találja ki azt, hogy hogy lehetne az embereket rávenni arra, tehát ez egy kormányzati megrendelés volt. Oké? Az amerikai kormány kérte fel Sigmund Freudot, annak a unokaöccsét, hogy találja ki, hogy hogy lehetne az embereket manipulálni arra, hogy vásároljanak. Mert hiába volt termelés, hát ezért lett a gazdasági válság, mert ugye akkor van gazdasági válság, ha túltermelés van, és nem veszik meg a termékeket. Oké? És egy óriási gazdasági válság lett a 20-as években, és valahogy meg kellett oldani azt, hogy az emberek vásároljanak. És akkor ugye, hát aki az emberi elmével foglalkozik, már pedig ő ugye a nagybátyja hatására
kőkeményen ismerte az emberi elme működését. Ugye valami Bernardsnak hívták, fönn van a weboldalon egyébként a róla szóló dokumentumfilm, amit egyébként letiltottak. A YouTube-on nem találod meg, jó? Csak a mi oldalunkon találod meg. Oké, ezt a videót, fönn van a weboldalunkon. És lényeg az, hogy tehát itt az egész történet el van mesélve gyönyörűen. Lényeg, hogy felkérték, egy szakembert felkértek, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy az emberek vásároljanak. És akkor elkezdték bevezetni, amiket ő javasolt. Tehát ő már tudta azt, ugye a nagybátyja révén, hogy a nők elméje az nem teljesen úgy működik, mint a férfiak elméje. Oké? A nők könnyebben befolyásolhatók, mint a férfiak. Oké? Ez tény egyébként. És ezáltal ugye azt kezdték el, hogy a nők irányába próbáltak érzelmi hatású vásárlásokat ösztönözni. Oké? Tehát érzelmi hatású. Tehát az azt jelenti, hogy érzelmi alapra építették a vásárlásokat, most is ezt csinálják egyébként. Tehát nem ész érvek alapján vásárolnak az emberek nagy részben, hanem érzelmi ráhatásra. És ez az érzelmi ráhatás, ugye tudta ez az illető, hogy a nőknél jobban fog működni. És akkor elkezdték kitalálni a feminizmust, elkezdték kitalálni a divatot ebbe az időszakban. És a nőket hát megzavarta a divat teljesen az elméjüket. Szó szerint, téged férfiként nem tudom mennyire érdekelt a divat, engem soha semennyire. Érted? De a nőket, mennyire érdekelt a divat, a nők mindig próbálták követni a divatot. Oké? Szóval a lényeg az, hogy az a mindig, az 2000, vagyis 1920-tól kezdődően. Jó? És nyilván még nem a 20-as években. Tehát ugye akkor csinálták, indították ezt az egészet. És lényeg az, hogy egy több olyan dolgot elkezdtek kitalálni, akkor találták ki a nejlonharisnyát. Akkor kezdték el a miniszoknyát kitalálni. Stb. Stb. Érted? Akkor kezdték rávenni a nőket a dohányzásra. Miért kell így fogni a cigarettát, tudod? Hát mert ez a V betű, kitalálták, hogy ez a győzelem jele. Oké? Közben negatív jel, mert mióta a világ a világ, ez az ördög vasvilláját, nem vasvilláját, szarvát jelképezi. Érted? Tehát negatív jelkép. Mióta a világ, ez volt az ördög szarva. Érted? De ugye a cigarettát azt így kellett fogni, és ugye sok régen, ha megnézed, mindenki így fogta a cigarettát, és nem így. Tehát most már nincs jelentősége, mert már rengetegen dohányoznak, tehát avval vették rá a nőket a dohányzásra, hogy ez a szabadság, a győzelem és a szabadság jelképe, ami ugye a feminizmusnál, a nőknél nagyon fontos volt, hogy egyenjogúság, ugye? Tök jól 1000 évig el voltak azzal, amiben voltak, de mindegy, jött a 20. század, és akkor így lesznek egyenjogúak, és akkor a nők azzal lettek egyenjogúak, hogy elkezdtek azt csinálni, amit a férfiak. De nyilván, ha egyenjogúság, akkor a nő vagyok, azt kell csinálni, mint a férfi, és akkor egyenjogú vagyok. Hát ha a férfi választhat, akkor nőként én is választhatok. Ha a férfi dohányzik, akkor nőként én is dohányzom. Ha a férfi iszik, akkor nőként én is iszom.
ha férfi karriert csinál, akkor nőként én is karriert csinálok. Nem tudom, világos-e. Tehát az az egyenjogúság, hogy azt csinálják a nők, amit a férfiak. A nők sose csinálták azt, amit a férfiak, mert a férfiak is, meg a nők is más csináltak. Oké? És akkor így szépen rávették, hogy az egyenjogúság azt jelenti, hogy a férfiak azt csinálják, amit akarnak. Mármint a, nem, a férfiak, pontosabban a nők azt csinálják, amit a férfiak. Akkor ugye voltak a kifejezett férfi szakmák. Akkor oda betettek nőket, mert ugye egy egyenjogúság. Például olyan nem volt, hogy egy bíró, vagy egy ügyvéd, az nő legyen. Ilyen nem volt. Olyan, hogy egy tanár nő legyen, ilyen se volt. Több tanárral, tanárnővel beszéltem manapság, és mind mondja, kivétel nélkül, hogy nem bírnak a fiatal fiúkkal, a serdülő fiúkkal. Oké? Egyszerűen nem bírnak. Hát én bírnék velük, hidd el. Oké? Férfiként. Nem nőként bírnék velük, férfiként. Hát megnézed, a tanárok jó része, ez nem férfi. Már alig van férfi tanár. Tehát teljesen elnői esettek a kifejezetten férfi szakmák. Oké, kezdetben, mikor ugye az időtáj találták ki ugye az autót, előtte nem sokkal, ugye az 1800-as évek végén, de már ugye a 20-as években már egész jó autók voltak, idézőjelben. És nem volt, hogy a nő egy nő vezessen, vagy egy nő motorozzon, de még olyan sem, hogy egy nő biciklizzen. Nem voltak ilyenek. És akkor egyenjogúság az, hogy ezt csinálják. Érted? Miért kellett volna nekik motorozni, meg biciklizni, meg autózni, mikor otthon voltak? Érted? Minek? Mikor jellemzően otthon voltak. A férfiak meg jöttek, mentek. Érted? Nyilvánvaló, hogy az autót, a motort, a biciklit, nem a nőknek találták ki. Hát persze, most már a nők is ugyanúgy mennek, jönnek, mennek, mint a férfiak. De, tehát elkezdték a szakmákat szépen átvenni, mert hát, hogy a egyenjogúság azt jelenti, hogy azt csináljuk, amit a férfiak. Jó? Na, akkor lehet fordítva is csinálni a dolgokat, hogy mi szülünk, ti megcsináljátok a gyereket. Csak ez nem fog működni még egy darabig, jó? Szóval lényeg az, hogy és ez most nem nőellenes előadás, ezt ne egy félreértsétek. Ezek, amiket elmondtam, ezek tények. Ha nem hiszed, nézd utána. Utána tudsz nézni. Jó, attól, hogy te még életben nőként nem néztél ilyen dolgoknak utána, az a te hiányosságod. Oké? Szóval, lényeg az, én férfiként utána néztem ezeknek a dolgoknak. Oké? Szóval, így indult az egész el, hogy gyakorlatilag a nőket rávették arra, hogy érzelmi alapon kezdjenek el vásárolni. És a férfiakkal nem tudtak mit kezdeni, és akkor kitalálták, hogy ó, hát mi lenne, hogyha az autót elkezdenénk fejleszteni, és akkor a férfiakat az autóval lehetne megbolondítani. És a férfiaknak elkezdték, tehát a férfiaknak elkezdték csinálni az autókat, és elkezdték a férfiakat manipulálni az autóval. De ez, mondom, USA-ról beszélek. Ugye az első olyan autó, amiért megbolondultak a férfiak, azok a T-modell volt. Abból eladtak valami 26 milliót, vagy mennyit a T-modellből. A Fordnak a T-modelljéből. Gondold végig, nem csoda, hogy a Ford fölvásárolta a Detroitot. Tehát egy típusból annyit eladtak. Szóval lényeg az, hogy szépen
elindult ez a fajta működés, és ugye el kellett kezdeni azt is, hogy a férfiakat, a nőket könnyű volt bármire manipulálni, hogy vegyenek. Nem vicc. Még a becsomagolt szart is képesek lennének megvenni. Ha szépen be van csomagolva, érted? Nem vicc. Na, de a férfiak azok nem így működtek, de ugye, ha elkezdték fejleszteni a technikát, már pedig egy óriási technikai fejlődést okozott a második világháború. Oké? És azt követően sikerült elérniük, hogy a technika az fejlődjön, jött a tévé, jöttek a különböző gépek, és a férfiak, tehát rájöttek, hogy a férfiaknak a műszaki eszköz, amin keresztül lehet őket manipulálni. Oké? De a műszaki eszköz az nem olyan sűrűn vásárolja az ember, mint a női vásárlások révén történő dolgok. Tehát például, mondok példát a vásárlásra, jó? Egy férfi bemegy egy, mondjuk egy, egy Tesco-ba, érted? Csak most mondtam valamit, lesz az Osan is, vagy Spár, vagy bármi más, bemegy, és azt veszi, amit vásárolni akar. Tehát nem nézelődik a férfi, megy oda és megveszi. Nem tudom, így szoktatok-e vásárolni. Ki az, aki férfiként így vásárol? Oké? Végignézem, az összes férfi. Oké? A nőnek ott a listája, férfinak is ott a listája, a férfi azt megveszi, nem érdekli, hogy mi van még, azt veszi meg, amit akar. Nőnek is ott a listája, de ő mindent megnéz. És kb. Kétszer annyi cuccal jön haza, mint amennyi a listán van. Vagy rosszul látom, drága hölgyeim? Vagy háromszor akkor a list, mennyiséggel, darab számmal jössz haza, mint amit fölírtál. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy megnézed, akkor az, hogy ott a nők látják a mindenféle terméket, hű, ez is le van árazva, hú, az is, hú, az is, akkor ezt is veszek, azt is, na, abból hármat veszek, mert most nagyon olcsó, nem egyet. Érted? A férfinak ez eszébe nem jut. Ha van egy férfinek ez eszébe jut, akkor az nem igazán férfi. Csak úgy mondanám, az már úgy félig nő. Nem vicc, ez komoly. Szóval, ebből is látod, hogy a hölgyeket milyen könnyű befolyásolni, hogy bemegy egy bevásárlóközpontba, vagy bemegy egy ilyen nagy áruházba, mit tudom, egy Tesco-ba, érted? És amit lát, az befolyásolja, és nem is akart venni olyat, de eszébe jut, hogy mégis kéne. Érted? Tehát mondom, ebből az egy tényből tökéletesen látod, hogy a nőket mennyivel könnyebb manipulálni, befolyásolni. A férfit nem érdekli, hogy ott mi van. Ő azért bement, minél hamarabb túl legyen rajta, minél rövidebb legyen a vásárlás, minél kevesebb időt töltsön el a vásárlásra, és minél hamarabb kijöjjön a boltba. Nem így van? Oké? És de ha mondjuk beesel férfiként egy műszaki boltba, mondjuk egy médiamárba, érted, ahol csak műszaki dolgok vannak, bár most már nagyon rafkósok, mert most már a médiamárba tesznek be a műszaki dolgokon kívül ilyen üdítőket, meg ilyen chipseket, meg minden, hogyha esetleg a feleségbe megy, a fő se unatkozzon, így van, tudjon ott nézelődni, persze. És lényeg az, hogy nem egyformák vagyunk. Tehát nem egyformák vagyunk, de mondom, a hölgyeken keresztül lehet, tehát a reklámok is, ha megnézed, én szoktam számolni, mostanában nem, hogy hány reklám szól a nőknek, hány reklám szól a férfiaknak. Akkor azt is szoktam nézni, meg lehet számolni. Tehát van egy reklámblokk,
És amit tudom én, megszámolsz mondjuk 3-4-5 reklámblokkot, akkor onnantól kezdve ki tudsz hozni egy átlagot, hogy hány reklám szól a férfiaknak és hány a nőknek. Sokkal több szól a nőknek. Jó? 1, 2. Azt is lehet nézni, hogy hány szól tegező formában, és hány szól magázó formában. Ami azt jelenti, hogyha tegező formában, akkor az a fiatalokat találja meg. A magázó forma, én azt mondom, hogy anyádat tegezd. A reklámnak, érted? Nem őriztünk együtt libát. Oké? Okay? Tehát én már megtehetem az én koromba, hogy meghatározzam, hogy egy reklám az nekem ne tegeződjön. Világos ez? És ha megnézed, ebből is gyönyörűen látni, hogy mennyi szól fiatalnak, és mennyi szól az idősebb generációnak. Oké? Okay? Miért? Hát mert azt látni, hogy a reklámok nagyobb százaléka az tegező formában működik. Tehát a fiataloknak szól. Pedig a fiatalok vannak kevesebben, de érdekes. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy a lélekszámban a fiatalok kevesebben vannak, mint az idősebbek. Oké? Okay? És mégis a reklámok nagy része az tegezve működik. Megnézed, vagy meghallgatsz mondjuk egy rádióműsort, mit tudom, az egész rádióműsor mondjuk tegeződve van, akkor azt tudod, hogy ez a fiataloknak szól. Nem az idősebbeknek. Oké? Okay? Jó, tehát én tudom azt, hogy most van, aki tisztában van azzal, hogy hát a magyar az nem is magázódott évezredeken keresztül. Ez igaz. De bizony az osztrákok óta, mivel az osztrákok bevezették ezt Magyarországon, bizony magázódás is van, megtegeződés is. Tudom azt, hogy a királyt is tegezték. Mert nem volt a nyelvünkben magázódás. Ebben tisztában vagyok. De nem évszázadokkal ezelőtteket írunk, hanem a jelent írjuk. Ami azt jelenti, hogy egy idősebbet, egy fiatal akkor tegezhet le, hogyha engedélyt adott rá. Oké, ráadásul egy nőt senki nem tegezhet le, csak egy másik nő. Tehát egy férfi nem tegezhet le, még egy jóval idősebb férfi sem tegezhet le egy jóval fiatalabb nőt, ha az a nő nem adott rá engedélyt. Világos? Ez alapvető, ahogy is hívják? Etikett, igen, köszönöm, nem jutott eszembe. Etika jutott eszembe, mondom, nem jó, mert nem etika, hanem etikett. Így van, ez alapvető etikett. Érted? És ha megnézed a műsorokban, a reklámban, vagy a rádióban, vagy a ilyen, mikor kommunikálnak a közönséggel, simán tegeződnek. Érted? Tehát az etikettet felrúgják. Na most, miért? Mert tegeződve sokkal könnyebb manipulálni. Mondom még egyszer. Tegeződve, sokkal, de sokkal könnyebben tudnak manipulálni. Ráadásul a tegeződésben, ugye, hát kevesebb tisztelet van, mint a magázódásban. Oké? Okay? Tehát nyugodtan lehet úgy kommunikálni, mintha együtt őriztünk volna a libát. Érted? Szóval szépen elérték, hogy az emberek megváltozzanak. De ezt mondom még egyszer, elérték. Miért? Hogy azért, hogy az emberek vásároljanak. És el kellett azt is érni, hogy többet vásároljanak,
mint amennyi a jövedelmük. Érted? Ezt ugye alapvetően a hitelekkel és a hitelkártyákkal értékel. És ez miért volt fontos, hogy az emberek eladósodjanak? Mert ha eladósodik egy egyén, akkor nem fog vállalkozásba kezdeni, mert ha vállalkozásba kezd, akkor ez egy darabig veszteséges lesz, és akkor miből fizeti a hitelét? És ha egy ember el van adósodva, akkor bebetonozták az alkalmazotti létbe. Oké? Szó szerint értsd. Hogy véletlenül se akarjon ő vállalkozó lenni. Nehogy már szabad legyen. Oké? Tehát, a következőt nézzük, folytassuk ezt a témát. Elérték azt, hogy az emberek vásároljanak, és alkalmazottak legyenek, és minél többet vásároljanak, akár eladósodva is, az ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag függőségbe kerüljenek a pénztől. Ha egy egyén függőségbe kerül a pénztől, akkor mivel függ a pénztől, ezért a pénz befolyásolja az életét teljes egészében. Onnantól kezdve régen kitől függtek az emberek? Az Istentől. Most már nem az Istentől függnek, hanem a pénztől függnek. Tehát magyarul az Istenük a pénz. Régen nem függtek a pénztől. Világos ez? Tehát ezt a fiatalok nem tudják, mert ezeket valahogy elfelejtették tanítani az iskolákban. Mi még ezt valamilyen szinten megéltük, főleg én azért, mert rengeteget voltam nem vidéken. Ugye az anyai ágom az Szabolcs, illetve Szatmárból származik, az apai ágom csak budapesti. Tehát ami azt jelenti, hogy én voltam sokat Budapesten is, meg sokat lent Szatmár megyébe. Oké? Okay? Tehát ugye most a, gyakorlatilag mondhatjuk az ország legkeletibb csücskébe. Szóval, és láttam, hogy ez hogy működik, hogy működött akkor, és hát engem érdekelt mindig a történelem, és ugye bogaráztam is sokat életemben, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy átlássuk, hogy sikerült elérni, hogy az embernek ne az Isten legyen az Istene, hanem a pénz. És akkor onnantól kezdve mondhatnak akármit neki az Istenről, még akkor is, hogyha esetleg mondjuk a szülei vagy a nagyszülei istenhívők voltak, mivel ő függ a pénztől, 100%-ban teljes egészében függ a pénztől, ezért gyakorlatilag ő a pénztől függ, tehát a pénz az Istene. Tehát én meg úgy vagyok vele, hogy én inkább az Istentől függök, az Istenemtől függök, mint a pénztől. Oké? Mert én megmondom őszintén, én szabad akartam lenni. Tehát lehet, hogy az én szabadság vágyam az sokkal, de sokkal nagyobb, mint az átlagé. De tényleg. Mert én eleve én nem alkalmazott akartam lenni felnőttként. Jó, kénytelen voltam lenni alkalmazott 13 éven keresztül, de az egy dolog. De én úgy indultam neki, hogy én vállalkozó leszek, és nem alkalmazott. Miért? Mert én szabad akartam lenni. És ráadásul, ugye honnan éreztem ezt a szabadságot? Tehát nekem az életem legboldogabb pillanata az volt, amikor kikerültem az iskolába. Ez az érettségivel történt meg. Tehát tényleg az volt az életem legboldogabb pillanata, hogy végre a rabszolga sorsból kikerültem, érted? És végre magam ura lehetek, érted?
De tényleg, ez az érzésem volt. Jöttem haza az érettségiről, ugye megvolt az érettségi, és a csuklós busznak a forgójába szembeültem a hátsó résszel, egy kétszemélyes székben, és így elterültem, mint a nagy alföld, és a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Végre az iskolából kiszakadhattam, végre nem kell többet iskolába mennem. És ezt képest alapítottam egy iskolát, jó, de ez egy szabad. Jó, de ez egy szabad iskola, érted? Tehát itt nincs kötelező dolog, itt nincs. Itt szabadon gyakorolják. Tehát az iskola az egy kötelező dolog volt, amit én rüheltem. Érted? De szó szerint. Szóval, lényeg, hogy szépen elérték az embereknél, hogy ne az istenük legyen az Isten, hanem a pénz legyen az Isten. És ez marha jó nekik, mert ezt látni is, hogy csak gazdagodnak a gazdagok, meg gazdagodnak, meg gazdagodnak, meg gazdagodnak, érted? Miért? Mert egyre jobban kiszolgálják őt a manipulált emberek. Ilyen egyszerű. Tehát a Covid időszak alatt a multimilliárdosok nagyobb vagyont halmoztak föl, mint előtte bármikor. Annyi idő alatt. Érted? Annyi idő alatt. Tehát a multimilliárdosokról beszéltem. Tehát a nagyon gazdag emberek azok, vagy családok az alatt a két év alatt még sokkal gazdagabbak lettek, és ami azt jelenti, hogy nagyobb arányban nőtt a gazdagságuk, mint előtte, igaz? Mint mondjuk előtte két évben. Érted? Vagy bármikor előtte két évben. Szóval, egy érdekes világot élünk, tehát itt most szóba került az Isten, miért megkérdezhetné tőlem, miért, hát azt gondolom, hogy az volt jó, az a típusú vallásszerű istenhit, amiben az emberek itt-ott hittek, ami azt jelenti, hogy itt-ott az föld ezer részén, vagy bárhol máshol, érted, és ami teljesen megosztotta a világunkat, nem mondom, hogy ez a jó. Miért? Mert volt régen egy istenhit. Az egyisten hit, az azt jelenti, hogy abból indult egyébként mindenki. Az egyisten hit, az nem volt szükség templomba járáshoz, vagy járásra az egyisten hithez. Tehát nem volt szükség. Mert mindenkinek volt egy saját istene. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy ott van benne a... Amikor hirtelen így kifakadunk, hogy ja Istenem, mondtál te már ilyet valaha? Szerintem mindenki, nem? Tehát mindenki. Tehát szerintem nincs olyan magyar ember, aki nem mondott ilyet, hogy ja Istenem. Nem azt mondtad valami furcsa mód, hogy ja Istenünk. Nem. Hát ami azt jelenti, hogy ha mindenki azt mondja, hogy ja Istenem, akkor mindenkinek van egy sajátja. Mert ha egy közös istenünk lenne, akkor azt kellene mondani, hogy ja istenünk, nem? Vagy rosszul látom? Hát miért nem több számba beszélünk? Tehát mindig, amikor beszélünk az Istenről, mindig a sajátunk. Nem a mi közös istenünk, hanem a sajátunk. Érted? A saját istenünk. Ez, mivel a magyar nyelv az a legközelebb áll az ősi nyelvhez, a legtöbb kifejezés szót használja az ősi nyelvből, ezért sok minden maradt ránk onnan. Ez tény egyébként. Jó? Tehát a Földön. A magyar nyelv van a legközelebb a hasonlóságban az ősi nyelvhez. Tehát legkevésbé torzult nyelv, jó, az ősi nyelvhez képest. És egy csomó olyan dolog van, ami onnan ered még az ősi nyelvből. Többek közt ez is. Hogy sose azt mondjuk, hogy ja Istenünk, hanem az, hogy ja Istenem. És ebben benne van, hogy Istenem. Tehát is, van egy is benne, van egy te benne, meg van egy nem benne.
És akkor egyszer ülök egy ilyen templomba, és nézegettem a feliratot, ugye a templom, római katolikus templomot, feliratot nézegettem a templom tetején, ugye a régi templomokat még felfestették, freskókkal, meg feliratok voltak, és ott volt egy Istenem. És akkor így jött az a gondolat, hogy Istenem. Az azt jelenti, hogy az enyém benne van. Ott van benne. A nem a tied. Érted? A te nem. Ott van benne. A tied nem. Az enyém az az enyém. Világos ez? Tehát ott van. És az én Istenem az én Istenem. A te Istened a te Istened. A te Istened az nem az enyém. Az én Istenem meg nem a tied. Ott van benne. Érted? Ami azt jelenti, hogy van saját. Hát persze, tök logikus, hogy van saját. Én tanultam egy olyat, hogy egy értelmes vezető az max. 6 embert irányít. Miért? Mert ha annál kevesebbet, akkor az nem hatékony. Ha annál többet, akkor meg azért nem hatékony, mert nincs rá annyi energiája. Na most ezért tök logikus volt számomra, hogy ebből kikövetkeztessem, hogy az Isten, az első számú Isten, amire azt mondják a keresztények, hogy az az egyetlen és semmi több Isten nincs a világegyetemben, az gyakorlatilag az egy Isten az egész bolygón minden egyes emberé. És akkor az annyira buta, hülye szegény, hogy nem merte megosztani a teremtettjeivel az irányítást, amivel irányítja az embereket. Ugye ezt nem gondolja senki, hogy ennyire hülye lenne az Isten. Tehát gondoljátok azt, hogy itt a Földön mi azt tudjuk, hogy mi a hatékonyság, de ő olyan buta ott fönn, hogy nem tudja, mi az. Tehát ha valaki ezt gondolja, akkor ő a tökkel ütött hülye. Erre nem tudok mást mondani. Tehát egy Isten százszor jobban tud mindent, mint mi. Onnantól kezdve ő tudja, hogy ha ő hatékony akar lenni, akkor ő közvetlen hat értelmes lényt fog irányítani. Majd az a hat megint 6x6-ot, 36-ot, oké? Majd az a 36x6-ot fog irányítani, és akkor ez így tök hatékony. Nem tudom, világos-e. És nem egy mindenkit. Másik az, hogy tanuljuk azt, keresztény ugye tanítás, hogy a szeretet mennyire fontos. A szeretetben, ez így van, a szeretetben a bizalom benne van. Ha nem bízunk valakibe, akkor az azt jelenti, hogy nem is szeretjük. Legalábbis nem eléggé, az biztos. Világos ez? Tehát a bizalomban, vagyis a szeretetben ott van a bizalom. Tehát a bizalomban ott van a szeretet. És ha ezt megnézzük, akkor ugye ott van, hogy a teremtő Istenben ott van a végtelen szeretet. Hát ha végtelen szeretet van, akkor végtelen bizalom van. Ha végtelen bizalom van, akkor viszont meg fog bízni abba a hat teremtett lényben, amely tovább viszi ezt a hatékonyságot. Természetesen. És ez azt jelenti, hogy ugyanígy van. Neked van közvetlen Istened, aki ebben a hatékonyság hierarchiában benne van. Most gondold végig, melyik a jobb. Ha van egy Isten, amely mondjuk a világegyetemben kimondhatatlan sok lélek van, értelmes lény. Kimondhatatlan sok értelmes lény van, és van az egy Isten, az összeset közvetlenül irányítja. És gondold végig, akkor rád mikorra kerül sor. Ha van sajátod, akkor könnyedén. Sor kerül rád, nem? Nem így van? Tehát a ősi vallásban ez így működött. Saját Istenük volt. Ezt, amit én most elmondtam, ezt egy az egybe tudták, hogy ez így van.
És ennek alapján működtek, és hatékony volt az ő együttműködésük a saját istenükkel, amely nem az Atya Isten. Oké? Okay. De hozzánk képest egy Isten. Oké? Okay. Hát hogy ne lenne Isten, te is Isten lennél, ha most azt mondanák, hogy kivesszük a testedből a lelkedet, jó, akkor a tested meghalna, de az egy dolog. De a lelked akkor is értelmes lényként működne tovább. Kivesszük a lelkedet, és onnantól kezdve a lelked képes arra, hogy amit világegyetemben, itt a világegyetemben, a születésedtől, a lelked születésétől fogva te megtapasztaltál, megéltél, tudtál, megtanultál, azt visszaadjuk tudást. Abban a pillanatban a te lelked is istenként működne. Mint ezzel a sattya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, akárhány éveddel éltél. Hát mi az ahhoz képest, amit mondjuk megtapasztaltál, mondjuk évmilliárdok során? Hm? Tehát gondold végig. Az azt jelenti, hogy persze, hogy mondjuk egy nulla tudású lényt, amely úgy hívják, hogy újszülött, mondjuk odáig, hogy meghal, és mondjuk 85 éves korában meghal, úgy átlagosan, hát ahhoz képest mi ne tudnák elirányítgatni? Hm? A évmilliárdos tudásukkal? Földöd végig. Tehát én emberként már képes vagyok arra, hogy meg tudjam, ki tudjam számolni a fejemben, most ez a számolás nem teljesen így működik, hogy most 5 meg 5, de ki tudjam számolni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az megtörténjen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy én olyan dolgokba, amiben látom, hogy nem érdemes, én abban nem foglalkozok. Én csak olyan dolgokkal foglalkozok, amivel érdemes, miért, és honnan tudom. Mert ki tudom számolni, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy nem. Érted? És ez nem matek számítás, most ne érts félre. De attól, hogy valaki jó matekos, nem tudja kiszámolni ezeket a dolgokat. Én egyébként jó matekos voltam. Meg vagyok is. Szóval, lényeg, hogy gondold végig, hogy mi baj van ebben a jelenlegi világunkkal? Elérték azt, hogy ne azt csináld, amit akarsz, szeretnél, hanem azt csináld, amit mások akarnak. Hát én úgy vagyok vele, hogy inkább azt csinálom, amit a jó Istenem szeretne, mint hogy azt csináljam, amit mondjuk az emberek szeretnének. Érted? Mondjuk a hatalmi elit szeretne. Érted? Vagy mondjuk egy munkáltató szeretne. Gondold végig. Tehát nem kellene szabadnak, tehát egy olyan tervet dédelgetni itt a hátsó részben, hogy szabadnak kellene lenni előbb-utóbb. Nekem 13 évben tellett annak idején, hogy szabad lehessek, ugye 80-tól 93-ig. De ezt sokkal hamarabb meg lehet csinálni. Tehát nem kellene? Tehát szabaddá válni. Tehát szabad ember az azt jelenti, hogy azt csinálhatja, amit szeret. Ezáltal oda megy, ahova szeretne, akkor, amikor szeretne, azzal, akivel szeretne, addig marad, ameddig szeretne. Oké? Okay. Jó? Tehát ezt jelenti a szabadság. Tehát miért elégszik meg az ember azzal, hogy egy szolga életet éljen? Hm? Hát miért?
Miért jó a szolga élet? Mert biztosnak tűnik. Mi biztos benne? Tehát bárki bármit csinál, van egy biztos dolog, jó? Egy biztos dolog van a Földön. Hogy minden ember azért született, hogy fejlődjön. Ez az egy biztos van. Meg van egy másik, hogy a test az meghal. Oké? Az is biztos. Hogy a test az meg fog halni. Tehát mindenkinek a teste. Előbb-utóbb meghal. De az biztos, hogy minden ember azért született, hogy fejlődjön. Minél jobban nem fejlődik, tehát minél kevésbé fejlődik, annál több problémát fog megélni. Ez is biztos. Jó? De sok ember ezáltal próbálja elkerülni a problémát. És jön egy probléma, és azt mondja, nem foglalkozik vele, vagy mit tudom én. Annál nagyobb problémákat okoz saját magának. Oké, ez is biztos. Tehát ebben a világban nem lehet úgy élni, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ma valahogy ellavírozok itt a farvizen. Hát nem lehet. Ez elmúlt. Jó, ez, hogyha valami ilyesmit akarsz, akkor mondjuk költöz ki Afrikába valahova, ahol jó meleg van, ahol lehetőleg nem sokan élnek, és akkor lehet, hogy ezt meg tudod csinálni, érted? Azt ott el lehet ravírozni ott. És akkor még te leszel ott az ász, tudod, a benszülöttek között. Szóval, de itt ebben, ahol élünk, ez nem lehet. Tehát nem lehet megcsinálni. Tehát itt egy dolgot lehet, hogy itt vannak ezek az életterületek, hogyha az ember jól akarja érezni magát a saját bőrében, akkor ezeken az életterületeken boldogulni kell. Egyszerűen kell. Tehát nem lehet, nem kellene, kell. Ha az ember jól akarja érezni magát a saját bőrében, ezeken a területeken boldogulni kell. Oké? Okay. Tehát ugye azt is ide tehetnénk még, hogy a boldogsághoz kell 5 dolog. 5 plusz 1. Tehát kell az, hogy szeressenek, nem? Kell az, hogy egészséges legyél. Kell az, hogy szabad legyél. Kell az, hogy elismerést kapjál. És kell az, hogy legyen elég pénzed. Oké? Okay. És 5 plusz 1, az a plusz 1, hogy mondjuk jól érezd magad a bőrödben. De ez az 5 megvan, akkor a 5 plusz 1 is megvan. Tehát itt van ez a 5-6 dolog. Nem tudsz szabad lenni, hogyha ezt nem jól csinálod ezeket. Oké? Okay. Tehát itt van 2 dolog, a pénz meg a munka. Mindenféle munkád lehet. Mindenféle munkából szerezhetsz pénzt. De talán olyan munkát kellene végezni, amit szeretsz, meg amiben szabadnak érzed magad. Oké? Okay? Nem? Tehát mit értünk azon, hogy szabad? A szabadság azt jelenti, hogy teljes egészében te osztod be az idődet. Nem más, vagy valami ossza be az idődet. Például, mint amikor valaki állatot tart, az állat beossza az idődet, mert az nem tudsz neki ebédjegyet adni. Tessék itt a havi ebédjegy, azt oszd be magadnak. Oké? Okay? De ha valaki mondjuk növényt termeszt, hát növénynek se tudod azt mondani, hogy hát most tudom én majd, tudom én, nem vetek majd csak egy hónap múlva. Nem teheted. Oké? Okay? Vagy azt mondod, hogy hát most nem kell,
gyomtalanítani, majd ráérünk azzal. Mert most nincs kedve. De nem tudod ezt csinálni. Tehát, ha alkalmazott az ember, akkor ott a főnök, meg megmondja, hogy ezt meg kell csinálnod, kész. Oké? Tehát a szabad ember saját maga rendelkezik az idejével. Nem tudom, ez világosan. Ez ezt jelenti. Nem rendelkezik az idejével más. És ha más valamilyen szinten úgy tűnik, hogy rendelkezik az idejével, az is azt jelenti, hogy ő engedte. Nem tudom, világosan. Hogy más rendelkezzen valamilyen szinten az idejével. Jó? Tehát a szabad ember az a saját idejével rendelkezik, azért szabad. De ha nincs elég pénze, akkor nem lesz szabad. Akkor nem tudja megcsinálni azt, hogy rendelkezzen az idejével, mert éhen hal. Oké? Tehát magyarul neki végezni kell olyan munkát, amivel ő rendelkezik az idővel, és hatékony jövedelem jön belőle. Na most, sokféle olyan tevékenység van, amiben lehet úgy jövedelmet szerezni, hogy szabad lehet az ember. Például örököljetek. Nem? Valami nagy vagyon. Ha nincs ilyen kilátásba, akkor a következő az, hogy nyerjél. Nem? Mondjuk lottolsz, hát a siker. Hát ha bejön egy lottötös. Jó? Mi van még? Hát innentől kezdve ezt a kettőt elmondtam, mind olyan van, majdnem mind, hogy sok pénzzel rendelkez. Azt fektesd be, oké? Ki tudod számolni, hogy mondjuk, hogyha havi 1 millióra van szükséged, akkor az 120 millió évente, vagy nem, 12 millió évente, bocsánat, de ahhoz, hogy meglegyen ez a 12 millió, ahhoz mondjuk, ha 5% kamatot kapsz rá, vagy ha 10%-ot, akkor 120 milliónak kell befektetésre kerülnie. Ha 5% kamatot, akkor pedig 240 milliónak kell befektetéssel rendelkezned, hogy azt meg tud kapni a havi 1 milliót. Világos ez? Nem tudom, van ilyen? De ezt meg tudja csinálni? Nem? Nem? Nincs. Még nincs, jó? Oké. Okay. Maradjunk ebben, hogy még nincs. Okay. Jó, tehát ez, akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Hát akkor ez sem nyert. Milyen lehetőséged marad még átlagemberként? Tehát nem örököltél vagyont. Mi van még? Nem tudsz elmenni politikusnak, miért? Mert az mekkora idő, mire oda jutsz politikusként, hogy tudjál annyi pénzt keresni, az nagyon sok idő. Jó, most hirtelen nem fogsz berobbanni politikusként. Szóval ez sem gyert. De milyen más lehet? Tehát egy átlag embernek, én megismerkedtem, hogy egy átlag embernek milyen lehetősége van arra, hogy szabad lehessen 91-ben. Oké? 91-ben megismerkedtem. Azóta keresem azt, hogy milyen lehetősége van egy átlag embernek, hogy szabad lehessen. Én tudom, hogy vannak olyanok, hogy loptak, csaltak, hazudtak, becsaptak embereket, tehát ilyen lehetőséges is van. De ezt hagyjuk ki, jó? Tehát azt, hogy lop, csal, becsap embereket, érted? Azokat hagyjuk ki. Tehát maradjunk a tisztességes jövedelemnél. Tehát van egy következő forma, hogyha az ember szabad akar lenni, akkor valami nagyot kell alkotni. Tehát például, mit tudom én, mondjuk írsz egy könyvet, amit nagyon sokan megvesznek. Nem? És akkor abból lesz jogdíjad. Nem? Vagy esetleg, mit tudom én, festesz valami nagyon szép alkotást, csak az a baj, hogy ahhoz meg kell halnod, hogy annak értéke legyen, tudod. Igen, mert az összes ilyen nagy művész meg akkor értékelték a művét, amikor már meghalt.
Tehát ez sem nyert. Érted? Tehát akkor mi a manó lehet? Mi az, ami lehet? Mit tudom én, föltalálsz valamit, volt az is jó, amit még más nem talált föl. Nem tudom, van-e ötleted valami arra, amit más még nem talált föl? Nekem nem nagyon volt. Szóval, nem? Tehát ez sem nyert. Tehát nem tudsz olyan jövedelmet, ami jogdíjas, érted? Nincs. Akkor mi van? Azt mondja, hogy képzeld el, a 20. század első felébe föltaláltak valamit. A kábítószer csempészek találták föl. Nem vicc, komoly. Azt, hogy ne tudják fölgöngyölíteni a hálózatukat. És ami azt jelenti, hogy mindenki csak azt ismerte, akinek eladta a kábítószert, meg azt, akinek én továbbadta. Slussz, közvetlenül. Senki mást. És akkor kitalálták a kábítószer csempészek, hogy így csinálják. Hogy ő megkapja valakitől, ő továbbadja X embernek. Az is, akik megkapták, azok is továbbadják X embernek. Majd azok is, akik megkapták, továbbadják X embernek. Ez a 20. század első felében a maffia találta ki. Oké? És ez egy igen hatékony módszer volt a kábítószer csempészésre. És úgy, hogy a hatóságok nem tudták földeríteni. Oké? Ezt mai néven úgy hívják, hogy MLM, vagy hálózatépítés, vagy network marketing. Oké? És az 50-es években azt gondolták, akik így tanulmányozták a maffiának az ilyenfajta működését, hogy mi lenne, hogyha ezt nem kábítószer értékesítésre használnák az emberek, hanem mondjuk termékértékesítésre. És például így alakult ki az MV, így alakult ki az Avon, stb. Az FLP később. De az elsők között ugye ez a kettő volt, az Avon meg az MV. Így van. És elkezdték a termékeket így értékesíteni. Majd jöttek mindenféle cégek, amely különböző termékeket, különböző szolgáltatásokat kezdték ezen a módon értékesíteni. Ez a kereskedelem egyik, tehát ugye volt először a milyen kereskedelem? A házaló kereskedelem. Ez volt a legelső. Utána lett a bolti kereskedelem, a kisboltok. Utána lett a raktárból értékesítés. Oké? Utána lett az ügynöki kereskedelem, az a negyedik lánc. Az ügynöki az azt jelenti, hogy ügynökök értékesítettek. Ugye ezzel még találkozhattál. És ezután jött a network marketing, a hálózatépítés, az MLM, mint értékesítési forma. De ez egy értékesítési forma, tehát egy kereskedelmi forma. Azóta van más, ugye az internetes értékesítés természetesen. Tehát ugye a raktár, az tudod melyik? Tesco, Auchan, ez mind a raktári értékesítés. Ez még előbb volt, mint a network marketing. Jó, csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát a network marketing az a láncban hanyadik volt, az előbb mutattam. Ötödik, azt hiszem. Oké? Tehát a fejlettségben. Mondom, azóta már van az internetes kereskedelem is, az ugye még újabb. De nagyon érdekes, mert a leghatékonyabb kereskedelmi formák közé a network marketing került be. Tehát ez a házaló is elég jó, az ügynöki is elég jó, hatékony, és az MLM is hatékony. Tehát ez a három a leghatékonyabb a hatból, vagy igen, a hatból. Tehát a házaló, az ügynöki, meg a... Ugye az ügynökinek mi a lényege? Hogy alapvetően ismerősöknek viszi. Az ügynök meg mindenkinek. Vagy a házaló az mindenkinek, bocsánat. Na most
az MLM-nél is az értékesítés az alapvetően ismerősöknek történik, nem idegenek. Miért ismerősöknek? Mert azok jobban bíznak benned. Világos ez? Tehát ott, ahol van egy bizalom, ott nagyobb az értékesítési arány. Ahol nincs bizalom, ott nincsen olyan mértékű értékesítési arány. Tehát se a raktári, se a bolti értékesítésnél nincs olyan értékesítési arány, mint ennél a se az MLM-es, nem az MLM-es, az internetes értékesítésnél nincs olyan értékesítési arány, mint a személyes ismerősöknél. A házalónál sincs, bocsánat, mert ott sem mindenki ismerős. Tehát az ügynöki és a MLM az, amelyik a leghatékonyabb. Mert azok elsősorban közvetlen ismerősöknek, vagy közvetett ismerősöknek értékesítenek. Ami azt jelenti, hogy a közvetett értékesítés, hogy az ismerős ismerőse a kuncsaft. Világos ez? Tehát, hogy ajánlja, hogy menjen oda. Tehát, csak azért, mert nincsenek tisztában az emberek ezzel. Na most egyáltalán nem mindegy, tehát mindenféle kereskedelmi formában, ugye házaló kereskedelmi formával is találkozol, mikor becsöngetnek, tudod. És elakadnak adni mondjuk zoknit, vagy tűrők között, vagy valamit. Oké? Na most, minden kereskedelmi formában vannak minőségi problémák. Ha megnézed, nincs olyan kereskedelmi forma, ahol nem találkozol minőségi problémákkal. Tehát ami azt jelenti, hogy már például a házalók is adtak el neked már bóvli terméket, hogy mit tudom én. Megvetted az oknikészletet, az tetején mondjuk 5 darab volt, és akkor 3-ban meg nem volt feje az okninak. Érted? Csak a tetején volt feje. Érted? És lényeg az, hogy mindenhol vannak. Tehát a hálózati értékesítésben is vannak olyanok, akik valamilyen bóvli terméket jó pénzért akarnak eladni. Vagy bóvli szolgáltatást jó pénzért akarnak eladni. Jó? Tehát ezért van, minden kereskedelmi formában lehet csalódni, vagy lehet azt mondani, hogy nem csalódtam benne. Mindenhol. Biztos, hogy már raktári kereskedelemben is vettél olyan terméket, amire azt mondtad volna, hogy bár ne vettem volna meg. Jó? Tehát minden. Interneten is biztos vettél már olyat, hogy ki se jött a termék. Szóval, ami azt jelenti, hogy mindenhol van átverés, érted? De nem mindegy a hálózatépítésnél, hogy mi az a termék, amit értékesítenek, vagy bármilyen értékesítési formában, mi az a termék, amit értékesítenek, nem mindegy, és nem mindegy, hogy vajon, tehát mindenütt úgy működik, hogy a tulajdonostól nagyon sok függ. Tehát ha a tulajdonos az tisztességes, akkor az nem válik az üzlet kárára. Ha a tulajdonos becstelen, hát az az üzlet kárára válik, nyilvánvaló. Tehát ezért nem árt, hogyha mondjuk ismeri az ember akár személyesen a tulajdonost. Nem tudom, ti, akik itt tanultok, a PPH-nak, illetve a Hunortrade ZRT-nek mennyire ismeritek a tulajdonosait? Személyes kapcsolat van köztet? Az is. Jó. Tehát ugye az egyáltalán nem mindegy, hogy ismered vagy nem ismered. Na most gondold végig, vannak a hálózatépítő cégek, szerintem minden, aki már nem 20 vagy 20 éves, találkozott valamilyen hálózatépítő szervezettel. Tuti. Na most, általában egy nagy hálózatépítő szervezetnél úgy van, hogy már nem tudsz találkozni a tulajjal. Személyesen. Ezért a tulajról van egy fénykép. Vagy egy videó, nem? És akkor jó a tulaj. És lehet, hogy te ott dolgozol 30 éve, de sose láttad személyesen. Sose találkoztál vele személyesen, érted? Na most
totál egyedi, ami nálunk van. Mert én vagyok a termék. Ami azt jelenti, hogy én nyújtom a képzéseket. Ami azt jelenti, hogy nem is tudsz más látni rajtam kívül, ha képzésről van szó. Érted? És tulajdonos vagyok. Világos ez? Méghozzá fő tulajdonos. Tehát ami azt jelenti, hogy nem is tudsz, tehát nem is tudsz nem kapcsolatban lenni velem. Nem tudsz. Érted? Most gondold végig, én szeretnék a szemedbe nézni mondjuk 50 év múlva is. Érted? Gondolom te is. Nem? Na most ez máshol nincs ilyen. Tehát nincs még egy olyan hálózatépítő szervezet a bolygón, ahol a hálózat tulajdonosa, a cég tulajdonosa egyben az a termék. Én vagyok az egyetlen. Nem baj, kereshetsz, úgyse fogsz másikat találni. Érted? Én vagyok a termék. Tényleg. Miért? Mert az összes tudást ezen a területen, azt én adom. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 30 óra egy hónap képzés. Minden hónapban legalább annyi, tehát átlagosan az 360 óra egy évben, nem, ha jól számolok. És akkor ebből van mondjuk 9 évnyi tudásom. 9 évnyi. Keres még egy olyan oktatót a Földön, akinek van, azt mondja, 9x360, az mondjuk durva 3000 óra tudás van benne. Ami gyarapszik. Ráadásul itt van most egy párkapcsolat képzésünk, 5. hónapnál tartunk, az 150 óránál lassan járunk, illetve hát már járunk is, mert volt 6 hetes, meg most is ez is 5 hetes ez a képzésünk. Itt ebben a 4 hónapban, ugye előtte, ez most az 5. És hát nem tudom végigcsinálni, mert körülbelül a felénél fogom abba hagyni. Annyira gyarapszik. Így van, annyira gyarapszik. Így van. Oké, felénél fogom abba hagyni. Tehát annyi tudás van ezen a téren. Egy témában is van 26 téma. Jó? Tehát ezt most azért mondom, hogy most megint azt mondják, hogy ó, hát öndicséret. De ezek tények. Tehát tény az, hogy tulajdonos vagyok. Tény az, hogy velem tudsz találkozni, mint tulajdonossal. Még akkor is, ha a Föld túlsó felén vagy, mert minden szerdán és vasárnap látsz engem. Élőben. Oké? De nem egy fényképet látsz rólam, hanem élőben. Oké? Tehát lehet, hogy közelebbi kapcsolatban tudok lenni, mint bármilyen más hálózatépítő szervezet a tagokkal. Nem lehet, hanem biztos. Oké? Tehát akkor gondold végig, hogy mivel az az egy fix pont, hogy azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk, ezeken a területeken jól tudjunk boldogulni, nem kéne ezeken a területeken tanulni. Nem kéne, hogy boldog legyen az életed. Tehát biztos, hogy az a jó, ha szenvedsz. Tuti? Miért akarod végig szenvedni az életedet? Tehát jobb nem cselekedni, mint cselekedni? Azt várod a nem cselekedéstől, hogy attól nem lesz, nem okozó nagy problémát az életedben. Tehát tudom előre, hogy kivel mi fog történni, érted? Nem konkrétan, majd azt megoldják a fentiek, hogy mi történik vele. De a nem cselekvésből, hogy mik lesznek. Előre tudom. De azt is tudom előre, hogy mi lesz a cselekvésből. Tehát amikor, ugye, sokszor volt már olyan, hogy ha ezt meg ezt megteszed, akkor ez meg ez lesz, mondtam embereknek. És akkor az lett. Érted?
És ha ezt is teszed, akkor az, az lesz a következmény. És akkor nem hitték el, de azért megtették, és az lett. Jó? Tehát ezt most azért mondom, hogy, hogy a cselekvésnek van pozitív hatása, a pozitív cselekvésnek. De a nem cselekvésnek lesz negatív következménye, akkor is, ha nem akarom. Oké? Okay? Jó, ha tudod. Tehát ez az élet, nem azért jöttünk le a Földre, hogy ne tegyük a dolgunkat. És itt az a dolgunk, hogy minél több embert felszabadítsunk a földi sínylődésből. Szó szerint. Ebből a inkarnációs, reinkarnációs folyamatból felszabadítsuk. És ez a dolgunk. Jó, és föl is fogjuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük mesterünknek. Nagyon, nagyon sok felismerésem volt most is, és azt hiszem, hogy nagyon sok nőtársamnak. De... Férfiaknak is szerint. De én szeretném biztatni a nőtársaimat, hogy mint ahogy a mesterünk elmondta, hogy ő a termékünk, termék, hogy ezt a terméket nyugodtan vegyék meg. Nyugodtan ezt tiszta szívvel merem ajánlani, mert mi 7 éve ismerjük őt személyesen, és a 7 év alatt annyi, de annyi mindent kaptunk tőle, hogy most abban nem kezdek bele, mert akkor nagyon hosszúra sikerülne a ma este, de kiemelném azt a dolgot, ami az én számomra és azáltal a családom számára is az egyik legfontosabb volt, az, hogy el tudtam azt érni, hogy a munkahelyemet ott hagyjam. Mert mi már a férjemmel csak a PPH-ból élünk, mondhatjuk azt. Nekünk ez a fő tevékenységünk, és tapasztaljuk azt, hogy egyre szabadabbak vagyunk az életünk minden területén, és egyre sikeresebben meg tudunk oldani problémákat, feladatokat, amik elénk jönnek, és vannak még hiányosságaink, persze, mert még élünk, tanulunk folyamatosan, de ezeket a hiányosságokat nagyon-nagyon könnyedén ki tudjuk javítani, mert egy olyan erős, egy olyan biztos háttér áll mögöttünk, mint a Szedlacsik Miklós. És én ezt már nagyon sokszor elmondtam, és még élek el fogom mondani, hogy én embert nem tiszteltem még annyira, mint ahogy ő tisztelem. És feltétel nélkül megbízom benne. És úgy gondolom, hogy ezt nagyon sokan el tudják még mondani rajtam kívül itt nálunk. És én az elmúlt napokban volt vele egy beszélgetésünk, és olyan dolgok előtörtek belőlem, hogy, és azóta, nem tudom, azóta csak ugye annyi felismerésem volt, és annyi sok gátat le tudtam magamban. Utána így gondolkoztam, végig gondoltam a beszélgetésünket, és annyi sok mindent előjöttek a múltból, hogy hát úgy kicsit sok volt egyszer, egy 2 nap csak sírtam, és aztán, mint akit elvágtak, azóta, napok óta annyi pozitív dolog történik velem, hogy hú, rengeteg pozitív változáson mentünk keresztül az elmúlt 7 évben, de még mai napig, és tudom, hogy ez folyamatos lesz, mert mindig van mit megoldani, mindig vannak olyan dolgok, amin változtatnunk kell. És higgyétek el, hogy ennél csodálatosabb érzés nincs, hogy ilyen változásokat el tudunk érni magunkban az ő segítségével. És persze a teremtünk segítségével is. Köszönöm, átadom a szót a férjemnek. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy a
PPA-hoz csatlakoztam, mert tehát maximálisan alá tudom támasztani a páromat, hogy egyértelműen ugye azóta lett jobb az életünknek mind a 10 területe, amióta ugye itt a Szedlacsik Miklós Mesterkóstól tanulunk. Ugye mi az, amiben sikerült javulnom, vagy ugye változnom, mióta ugye itt vagyok? Hát például ugye volt itt szó az előadásban arról, hogy hát a manipuláció. Tehát az embereket ugye manipulálják. És tehát ezt hogyha valaki végig hallgatja ezt az előadást újra és újra, amit ugye javaslunk, hogy érdemes végighallgatni újra, mert annyira profi módon össze volt szedve az, hogy hogyan épül fel ez a manipuláció a mai világban, és többek között az egyik hozadéka az volt ennek a pár évnek, hogy régebben egy nagyon manipulálható, vagy nem azt mondom, hogy nagyon manipulálható, de az átlagtól nyilván kevésbé manipulálható ember voltam, de mióta ugye itt a mestertől tanulok, ez azóta rengeteget javult. És már nagyon nehezen tudnak bármiben is, ugye, bármilyen területen hát megvezetni vagy manipulálni, amire azért próbálkoznak az emberekkel médián keresztül többek között munkahelytől kezdve bármit sorolhatnék. Aztán hát az önbizalmam, önértékelésem, önbecsülésem az hát régebben nem mertem volna ugye kiállni emberek elé, hogy beszéljek bármiről is, tehát ez annyira távol áll tőlem, hogy mint Makó Jeruzsálemtől, tehát ez párom meg tudja ezt erősíteni, hogy tehát ez nekem abszolút nem ment ez a dolog, és ugye nem is tudtam volna magamat így elképzelni, és ugye ez a másik rendkívül nagy hozadéka ennek a képzésnek, hogy ugye nem okoz problémát az, hogy emberek előtt ugye beszéljek. Aztán például a kommunikáció. Hát a kommunikáció az nálam egy olyan családból származom, hogy ezt a mesterünk tudja, hogy a kommunikáció a családunkban, hát finoman fogalmazok akkor, hogyha azt mondom, hogy nagyon nem működik jól, akár apai, akár anyai részről. És talán ez az egyik terület, amiben óriásit sikerült változnom. Nem mondom azt, hogy tökéletes, mert soha nem lett tökéletes, tehát mindig van hova fejlődni, meg fogok is. Viszont olyan dolgokat tanultunk meg, olyan módszereket tanultunk meg itt a mestertől, ami által én sokkal jobban értem az embereket, és ők is sokkal jobban megértenek engem, és ezáltal sokkal jobban működik ugye az egyetértés, a szeretet, szimpátia, egyebek. És ez egy, tehát számomra ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ebben sikerült változnom. Aztán még egy utolsó dolog, hát a szabadság. Tehát ugye itt megint volt szó ugye a mai előadásban erről. Én nagyon megörültem annak, amikor a mesternek az első 1-2-3 előadását ugye hallottam, és akkor kaptam a mestertől a megerősítéseket, hogy mennyire fontos az, hogy ne legyünk rabszolgák. Mert én mindig is ezt az életet kerestem, és de valahogy ugye voltak kísérletek arra, hogy különböző helyeken megkísérletem szabad életet élni, és ezáltal a családomat is szabaddá tenni, de nem jött össze. És tudjátok, hogy mi történt? Hát itt az összejött. Tehát itt a PPH-nál, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ugye a segítségével ez összejött. És nekem ez egy óriás dolog, hogy mindig is az hajtott, hogy szabad ember legyek. Tehát 10 éves koromban álltam az udvaron közepén, és jött egy olyan gondolat, hogy mit fogok én csinálni egy munkahelyen. Tehát egyszerűen nem tudtam magam elképzelni, hogy anyukám, apukám ugye munkahelyre jártak, anyukám például 40 évet hozott le egy munkahelyen, és egyszerűen nem tudtam magam elképzelni, hogy de hát mit fogok én ott csinálni, vagy mit, hogy fogok én ott működni. Tehát értetek, hogy mit akarok mondani? Hogy nem tudtam magam el sem képzelni egy munkahelyen. Aztán persze én is jártam munkahelyre, mint ugye nagyon sokan, sőt, még ugye külföldön is munkahely, ugye ott is 5 évet leúztunk külföldön, de nem volt olyan nap, hogy ne azon
gondolkodjam, hogy hogyan legyek szabad ember. És itt sikerült ezt elérnünk a párommal, amiért rendkívül hálásak vagyunk ugye Szedlacsik Miklósnak, és talán ezt soha nem tudjuk eléggé megköszönni neki, hogy ezt el tudtuk érni. És nyilván sokkal több minden van, amiben ugye fejlődtünk, vagy fejlődtem. Most azt nem sorolnám fel, mert kicsit hosszú lenne. De ugye azt tudom nektek mondani, hogy akik ugye kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. És azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Tehát az első havi tandíj az most ugye akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan 12.500 forint, és ezért az árért ráadásul most ingyen kapsz egy saját jövedelemszerző tevékenységet, és ezáltal szabad ember lehetsz, ha szeretnél. Ha megteheted, akkor próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után párkapcsolat coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. És most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!